az előző videókon láttuk, hogy egy komplex szám megadható az algebrai, trigonometrikus, illetve az exponenciás alakjával, illetve azt is gyakoroltuk, hogy hogyan lehet áttérni az egyik alapról a másikra. Az algebrai alak esetén ugye megbeszéltük, hogy az összhatás nálam egyszerűen adódik, tehát a valós részt a valós része, a képzetes részt a képzetes része kell összeadni. A szorzást is ugye gyakoroltuk, és itt ugye az előadáson vettük azt, hogy hú, ha a trigonometrikus vagy exponenciális alakban van megadva, akkor mennyivel egyszerűbb a szorzást elvégezni, hiszen akkor ugye a hosszabbat szorozni kell, a szögeket meg össze kell adni, tehát ez a két alak sokkal hasznosabb, a szorzás, és nem beszél, hogy majd a hatványozás, sőt, ráadásul a gyökvonás esetén is mennyivel jobb lesz ezt az alakot használni. Ugyanakkor azért már azt is éreztük, hogy általánosságban hogy az összeadásnál nem nagyon jók ezek a trigonometrikus alakok, mert a szögek azért nem lesznek olyan szépek, mint például ugye az, hogy most az Z2-t is így megválasztottuk, pont ezeknek hát azért történt, hogy a szög szép legyen. Tehát nézzük is akkor a feladatunkat, ugye itt meg Z1, Z2, adott is ezeket a műveleteket kéne elvégezni, ami természetesen először is azt jelenti nekünk, hogy hopsz, írjuk már át ezeket a trigonometrikus, illetve az exponenciális alakjukba. Tehát az első az a Z1 számom, hogy ez itt a mínusz 1, ez itt a gyök 3 képzetes része, tehát itt van a Z1, és akkor nekem tudni kell, hogy az R1-et, milyen messze van az origótól. Most, hogyha fölveszem ezt a derékszögű háromszöget, ezt a derékszögű háromszöget itt fölveszem, kirajzolom, ez itt gyök 3, ez itt 1 a hossza, derékszögű, és akkor ugye erre van szükség az átfogóra, Pitagorasz tétel alapján rögtön fogom kapni, ugye, hogy ez 1 meg 3 az 4, az gyöke az 2 lesz. Ki gondolta volna, hogy szép számot kapunk? Mindenki. No, és akkor szükség van a szögre, ugye ez lesz a nagy arc, hogy az x-tengely pozitív részével mekkora szöget zár be, ami természetesen ugye biztos, hogy egy x-szögnél nagyobb, meg 90 fok, plusz még ez az alfa, ez az alfát ugye itt ebből fogom meghatározni, tehát például ugye a színusz, az a színusz alfa szöggel szemközti, 1 átfogó alosztva, ugye ez 2, tehát 1-2 ebből tudom, hogy az alfa az egyen lesz 30 fokkal, azaz pi per 6-tal. Tehát a fi 1, ugye ez a pi per 2 plusz az alfa, azaz pi per 6, közös nevező az a 6-od, 3-6-od, meg 1-6-od, 4-6-od, tehát ez itt 2-3-od, ugye? Nagy egyszerűsítettem 2-vel. No, akkor gyorsan meg is kaptuk, hogy a trigonometrikus alakja az 2-szer, és koszinusz 2/3 pi plusz i-szer színusz 2/3 pi, azaz 2-szer i-ad, ugye? Hát és itt 2/3 pi-nek írom föl, mert ez mégiscsak jobban mutat, hogy az i a végére került. Nézzük a másikat, a z2-t, mondjuk ezt kékkel rajzoljuk be, valós rész gyök 2, képzetes rész az is gyök 2, kicsit húzok már lejjebb, tehát ez azt jelenti, hogy ugye ez a mínusz gyök 2, tehát itt van a Z2 számunk, hát itt is természetesen derékszög álomszöget fogunk felvenni, mondjuk ezt a derékszög álomszöget rajzoljuk már ki, tehát ez itt gyök 2, ugye ennek a hosszának is gyök 2 derékszögű, hát akkor rögtön a szöget mondom elsőnek, hát mert egyenlő szárú, tehát akkor itt esetünkben a Φ2, az, hát ez a szög 45 fok, de ugye ez itt az x-tengely alatt, tehát ebbe az irányba található, pozitív forgatás irányba, úgyhogy ez itt mínusz pi per 4-nek fogom fölírni. Azt mondja, hogy itt pedig, hát megint csak a Pitagorasz tétel alapján 2 meg 2 az 4, tehát akkor ez gyök 4, ez is 2-vel lett egyenlő, tehát R2 egyenlő 2-vel. A biztonság kedvére azért még fölírom, hát valaki nem tudná, hogy ugye a színusz meg a koszinusz egyenlő, ott az gyök 2 per 2 egyenlő, tehát magyarul azt írtam fel, hogy a színusz pi per 4 az gyök 2 per 2, nem gyök 2, gyök 2 per 2, jó? Meg a koszinusz is persze. Na mindegy. Azt kaptuk, hogy 2-szer koszinusz mínusz pi
mínusz pi per 4, azaz kétszer e alt mínusz pi per 4 i lesz az exponenciális alak. No, és akkor nézzük a szorzást. Hát, gyakorlás. Nem, hát egy kicsit, úgyhogy azt jelenti, hogy most azért előbb az algebrai alapba is megcsinálom. Mínusz 1 plusz gyök 3i, szorozva gyök 2 mínusz gyök 2i-vel, minden tagot minden tagkal szorzunk, akkor ez itt mínusz gyök 2, mínusz mínusz az plusz gyök 2i, akkor most itt ez meg gyök 6i, ez pedig itt lesz a mínusz gyök 6i négyzet. Ups, mert ugye az i négyzet az 1, tehát az i egy olyan kifejezés, aminek a négyzet az mínusz 1, tehát akkor ez az utolsó tag itt ugye, az nem lesz más, mint plusz gyök 6, tehát akkor az is valós szám lesz, tehát gyök 6, mínusz gyök 2, az még a valós, és ugye ez a két képzetes, tehát akkor itt ez a gyök 6, meg gyök 2 i-vel lesz egyenlő, tehát nagyon egyszerű volt alapvetően meghatározni, nem sem vagyunk csak nem volt lenne ebben az algebrai alapban is, de mennyivel egyszerűbb már? Hát nyilván az exponenciális alak az a legegyszerűbb, úgyhogy azzal fogom meghatározni. Kétszer i ad, kétharmad pi-szer i, szorozva kétszer i ad, mínusz pi per 4 i-vel, és hát akkor ugye annak hatványozást meg a szorzást teljesen megfelelően, akkor kétszer kettő az persze 4 lesz, és lesz i ad, és a kitevőket össze kell adnom. Ugye? Tehát ténylegesen a szöget össze fogom adni. Azaz, mert azért ne fejbe, kétharmad, és akkor mínusz ugye egynegyed, tehát így az összeadás végül is kivonás jelent. Közös nevező 12, tehát ez 8-ból 3 per 12, az 5/12 pi. Tehát akkor ez itt ugye 5/12 pi szel i-nek felel meg. És ez jó nekem, ugye, mert a nagy z az mindig mínusz pi és pi között kell lenni, hát az 5/12 ez persze 0 és pi között van, tehát ez ténylegesen ugye a standard alakja, a standard exponenciális alakja a komplex számnak, ezek alapján persze akkor kiadom 4-szer koszinusz 5/12 pi plusz i-szer színusz 5/12. Más igazából azért csináltam meg az algebrai alapban is, mert akkor tessék megnézni, hát ugye itt a valósnak egyenek áll a valósnak, a képzetesnek, a képzetes résznek, hogy ebből most már meg tudom mondani, hogy a koszinusz 5/12 pi, ami egyáltalán az 5/12 nem egy nevezetes, de mégis tudom, hogy az gyök 6 minusz gyök 2 per 4-en egyenlő, illetve az is, hogy a színusz 5/12 pi, az gyök 6 meg gyök 2 per 4-nek felel meg. Jó, tehát ha más nem, akkor erre is jól lehet itt ez a komplex számok, hogy jé, ilyen nem csak a pi per 6-ban, pi per 3-nál tudom, pi per 4-nél meg tudom mondani ezeket a ugye koszinusz-színusz értékeket, hanem az 5/12-nél is ebben az esetben. Jó, no, tehát akkor a szorzásod megvolt, és ezek után természetesen az z1 köböt kiszámolni is simán megtenném azt, hogy háromszor ugye szoroznám meg önmagával ezt a z1-et, tehát amikor van egy egyszerű kifejezésünk, ugye vegyük az exponenciális alakot, és akkor kétharmad tészen i. A harmadik hatványom, hát természetesen ugye ezen szorzási alszabályapáza lesz, kettő a köbön, i ad, és akkor a szöget kell hárommal szorozni. Jó? Tehát egyszerűen tényleg, mint a hatványozás tulajdonság alapján, ugye? Kettő a köbben szorozva, és itt meg ugye szorozunk három, az két pi-t kapjuk. Wow! Tehát alapvetően már is úgymond megvan a végeredmény. Hát, ha már itt vagyunk, azért csinálj még rendesen, hogy a két pi, hát ez több, ez biztos, hogy mínusz pi-n kívül esik, tehát itt a kis argzi az a két pi, most nyilvánvalóan, hát ez egyértelműen ugye kettő a köbben az 8, ez e ad, hát 0 e, két e attól föl, tehát ez itt 8-szor koszinusz 0 plusz i-szer színusz 0 alapban, mert azért sose szoktunk használni, ugye, 0-szor e, mert hogy e ad 0 az nem más, mint 0,
E ad 0, bocsánat, az 1. Tehát 0-án szor E az 0, E ad 0 az 1. Tehát akkor ez itt nem más, mint maga a 8 szám. Jó? Tehát természetesen. Ez nagyon egyszerű lett, nagyon gyorsan kijött, még háromszor magával megszól, ez a valószínűleg jelentősen tovább tartott volna. Mindenesetre az a nagyon lényeges, hogy mondom, hogyha nagy arcét akarom használni, akkor bizony nullát kell írni, és nem a két. Jó? Tehát erre is úgymond figyeljünk oda, hogy ha standard alakba akarom fölírni, akkor ugye vissza kell venni, minusz pi és pi közé. No, minden. Nézzük a következőt. A z2 követ. Az pedig ugye itt van ez, ez 2 az E ad, mínusz P per 4E, és köbb van, és ténylegesen 60 hőzás tulajdonsága megfelelően tehetem meg, tehát ez 2 a köbben, ha még egyszer mondjuk az 8, E ad, mínusz 3 negyed P, ugye már 3-ra csak szorozni kell, mínusz 3 negyed P, I, ami szerencsére nekünk az pont jó is, hiszen ugye a mínusz pi per 4 itt van, akkor a kétszeres a mínusz pi per 2 itt lesz, a mínusz 3 negyed pi, ez pedig itt lesz, tehát ez valóban ez a mínusz 3 negyed pi, ez a nagy arc, ugye? A mínusz pi és pi között válaszol, tehát akkor ezt felírjuk úgy, hogy nem írom tovább így ebben az alakba. 8-szor koszinusz mínusz 3 negyed pi, meg észszer színusz. Minusz 3 negyed pi, és ezek alapján, ahogy mutogattam, tehát akkor tulajdonképpen ide került, hogy a szög, tehát ez azt jelenti, hogy az ábra segítségével tudom, hogy ez is mínusz gyök 2 per 2, mínusz gyök 2 per 2, nem gyök 2, mínusz gyök 2, mínusz gyök 2 per 2, és ez is mínusz gyök 2 per 2, ez legyen 8-szor, mínusz gyök 2 per 2, mínusz gyök 2 per 2 i alapján, akkor ezt meg felírhatjuk, úgyhogy mínusz, azt mondja, hogy 4-szer gyök 2, és lesz a mínusz 4-szer gyök 2 i. Tehát megvan az algebrai alapban is megadtam ezt a kifejezést, és hát valószínűleg ez is sokkal gyorsabb, mint hogyha háromszor önmagával megszoroztam volna. Jó, na hát ennyi volt, és akkor következő videóban nézzük az osztást.